körülbelül 10-12 évvel ezelőtt kezdtünk el zenélni édesapámmal. Kezdetben ő gitározott, autodidakta módon írt dalokat, és az ő saját szerzeményeihez majd engem is felkért, hogy működjek közre, mint énekes. Milyen érzés apukáddal együtt zenélni? Azért ez nem egy hétköznapi felállás. Bizony nem, és nem is mindig könnyű dolog, azt kell mondjam, hiszen amellett, hogy egyébként jól megértjük egymást, mondhatni baráti a kapcsolatunk, tényleg nagyon közeli viszonyunk van, viszont sokszor előfordul a próbákon, hogy összekapunk, hogyha nem értünk egyet bizonyos dolgokban. Közben itt ki is pillantottam apukádra, bólogatott minden egyes szavadra. Ugye ti Kisváráról érkeztetek. Milyen fellépési múltatok van? Hol tudtátok eddig megmutatni magatokat? Kisvárdán, a helyi fesztiválokon, illetve a környékbeli falunapokon, koncertsorozatok alkalmával tudtunk eddig zenélni. Legtöbbször például Záhonyba az akusztikus estéken, gyönyörű szép nagy kültéri színpadon, a Béres József emlékparkban is játszottunk. Ott megmutatkoztunk, mint heavy metal zenekar, és mint akusztikus formációk van is. Nagyon izgalmasan hangzik. Milyenek voltak a közönségnek a visszajelzései, a reakciói? Azért nem egy megszokott rockzene, amit ti játszotok. Igen, hát ez körülbelül a 80-as évek heavy metalja, amit mi képviselünk. Mi azért hiszük, hogy mégis lehet ennek jövője, hiszen mi szívvel, lélekkel zenélünk, és úgy gondoljuk, hogy emiatt lehet talán szimpatikus a nézők számára az, amit mi csinálunk, hiszen a saját dalszövegeinkkel, a saját érzéseinkről énekelünk, és ezekkel szólítjuk meg a közönséget. Hogyha valaki meghallgat titeket, akkor először szerintem a Nightwish zenekar ugrik be, vagy hogyha magyar vonalon megyünk, akkor mondjuk Vince Lilla. Ezek a nevek, vagy ezek a formációk mennyire állnak közel hozzátok? Én nagyon szeretem a Nightwish-t is, de egyébként rengeteg műfajt hallgatok. Alapvetően én klasszikus zenész vagyok, tehát klasszikus gitártanárként működöm, és ez nekem igazából egy ilyen örömzenélés, amit itt csinálunk apuékkal. De szóval igen, körülbelül mindenevű vagyok. Ő a klasszikus heavy metal vonalat képviseli, ami az ő zenéjében is megnyilvánul, és én meg a saját benyomásaimmal, a klasszikus zenéből, illetve más könnyű zenei műfajokból merítek. Azért ez nagyon izgalmasan hangzik, hogy klasszikus gitártanár vagy, és eközben pedig egy heavy metal formációban zenélsz, ez nem egy ilyen fura kettősség? Talán mások számára igen, az lehet egy kicsit szokatlan, de én igazából így tudom igazán kiélni magam, hiszen a klasszikus zene szintén egy másik műfaj, más dolgokat nyújt. Abban egy másik oldalamat tudom kiélni, itt pedig egy kicsit ilyen vadabb, elengedettebb oldalamat mutathatom meg a közönségnek. Ugye azzal kezdtük, hogy körülbelül 10 évet ti azért már így próbálkoztok a zenei életben, azóta volt néhány tagcsere is, mint a legtöbb zenekarnál. Mennyire érzitek azt, hogy most megtaláltátok a Tuti bandát? Igazából, ami nagyon fontos számunkra, az az, hogy emberileg jól működjünk együtt a zenekartagokkal, hiszen, mint ahogy mondtuk, ez mindannyiunk számára egy hobbi, tehát nem profi szinten műveli senki sem az adott hangszerét, ahogy én sem az éneklést, és ezért mi nagyon-nagyon jól érezzük magunkat együtt, és reméljük, hogy ez sokáig ki fog tartani most már. 2012-ben volt egy demótok is, amin 15 dal már helyet kapott, jól tudom, jók az információim? Igen, próbálkoztunk házi felvételekkel, illetve azok készítésével, és így van, azokat közé tettük az interneten is, úgyhogy bárki meghallgathatja. Manapság azért már változott némileg, hát ha nem is a stílusunk, de például az én énekhangom rengeteget változott, hiszen akkor még tinik voltam, akkor fejlődött a hangszínem, jött a mutálás, ha lehet így fogalmazni,
és azóta hát próbálkozom, hogy fejlesszem magamat. Azért feldolgozásokat is játszotok, nem csak saját számaitok vannak, vagy hát voltak feldolgozások is. Csak néhány nevet mondok itt, Kalapács, Pokolgép, meg Lord, azért ezek nagyon kemény nevek. Ő nagyon felkészült vagy. Valóban, igen, igen, játszottunk ilyeneket is. Hát igazából próbálkoztunk olyan zenék előadásával, amiket mi is nagyon szerettünk hallgatni, és egy picikét más köntösben igyekeztünk azt megszólaltatni a közönség előtt is. Szerinted mennyire van ma létjogosultsága az élőzenének, az ilyenfajta különleges élőzenének, mint amit ti játszotok? Szerintem nagyon hiányzik az embereknek, főleg így a Covid után, az, hogy élőzene, elmehessenek koncertre, és szerintem valóban ennek a varázsát úgy semmi igazán nem pótolhatja. Semmilyen felvétel. Mindig meg szoktam kérdezni azt, hogy most mennyire érzitek azt, hogy jó úton vagytok, és mi az, amit szeretnétek, hol szeretnétek tartani mondjuk 10 év múlva a zenekarral? Ez nagyon nehéz kérdés. Igazából én azt érzem, hogy emberileg nagyon együtt vagyunk a zenekartagokkal, és ami a célunk ezzel a tehetségkutatóval is, hogy több helyen is bemutathassuk magunkat, és több emberrel megszerettethessük ezt a műfajt, hogy rájöjjenek, hogy hát igen, ez a heavy metal, ez nem is annyira ördögtől való, mint ahogyan azt sokan gondolják talán. Az utóbbi években nagyon sok nehézségen mentünk keresztül mindannyian. De együtt túléltük, átvészeltük. Csak te és én.
A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.